Böde Dániel vagyok, nézitek ti is a Zeneshow TV-t. Olyan gólokat kaptunk, hogy tényleg mindennapos. Első gól elcsúszta a játékos, második gól elkéstünk. Azt mondják nekem, hogy nem láttam még, hogy két gól lesz volt a tévében. Azt majd megnézzük, de akkor is nagyon könnyű kaptunk a gólokat abban a pillanatban, mikor mink uraltunk a játék, mikor náluk volt a labda, ők rúgtak a gólokat. Jelen pillanatban ennyi a különbség a minőségben, egy jó csapat kihasználja minden hibát, ami Debrecen máma mutatta, hogy igazából jó csapat, és kihasználtak ezt a mi hibákat. És azt mondom, hogy még van egy mérkőzés, hogy két gól nem lehetetlen kategóriába tartozik. Úgy érzem, most jó arányban értékesítettük a helyzeteinket, bár lehetett volna kicsit nagyobb arányú is, és stabilan védekezett, együtt védekezett a csapat. Nem emlékszem, hogy a Diós Györgynek játékból nagy helyzete lett volna. Nem gondolom, hogy megvan, hisz a végén kaptunk egy gólt, meg hát ha valaki tudja, akkor én tudom, hogy Diós Győrbe azért nem egyszerű játszani, és úgy gondolom, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy tovább is vannak. Én belül úgy érztem, hogy több van ebben a meccsben. A bajnoki meccsen simán kaptunk itt egy négyest, az teljesen jogos volt. Én úgy érztem, hogy ebben több volt, főleg úgy, hogy úgy hallottam, hogy az első két gól, de a második biztosan leső született talán, úgyhogy... Hát sajnos a Debrecen kontra azok ma életveszélyesek voltak. Azt gondolom, hogy az elmúlt meccsekhez képest mezőnyben elég jól passzoltunk, próbáltunk játszani, de sajnos ilyen hibákat nem lehet elkövetni, mert sajnos a Debrecen olyan szintű csapat, hogy ki is használja a hibáinkat egyből. Meg lehet még a döntő? Abszolút, én hiszek benne. Az a lényeg, hogy mindenki higgyen benne, aztán bármi lehet még a visszavágban. Milyen volt betalálni a Diós Győr ellen? Igazából nem nagyon tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, így mérkőzés előtt is próbáltam levenni a saját vállamról a terhet, úgymond örülök neki, hogy végül is pályára léphettem, és gólt rúgtam. Nem feltétlenül érzem azt, hogy most ez bármilyen szempontból is ilyen elégtétel lenne, vagy ilyesmi, teszem a dolgom itt Debrecenbe, és dolgozom azért, hogy sikeres legyen a csapat.